hogy a rendelkezésre álló erőforrások, illetve azok az igények, amit az egészségügyi ellátórendszer igényel, az mindig egymásnak feszül. Egy országban sem volt még olyan állapot, hogy az egészségügyi források maximálisan kielégítették volna az igényeket, mondta el Mészáros János Gyulán az új régiós kórházi mosoda üzembe helyezése alkalmából megtartott sajtótájékoztatón. A gazdasági hatékonyság növelése érdekében fontos az együttműködés az egészségügyi intézmények között, a gyulai létesítmény pedig országos példát mutat ebben. Az állam azt hirdette meg, hogy gondos gazdaként olyan projekteket fog majd támogatni, amelyek az intézmények és az intézmények közötti együttműködéseket kapacitálja, és az intézmények együttműködésében rejlő erőforrásokat kívánja felszínre hozni. Ez Magyarországon, ez a beruházás, aminek az átadó ünnepségén vagyunk, abból a szempontból egyedülálló, hogy 5 intézmény szoros együttműködése és együttes pályázata alapján nyerték el azokat az összegeket, amiből mind a gépek, mind pedig a körülötte lévő infrastruktúra meg tudott valósulni. A sajtótájékoztató után üzemlátogatáson mutatták be a Békés megyei központi kórház gyulai, Szent Háromság utcai telephelyén működő mosodát. Itt Békés és Csongrád megye 7 intézményének 5 tagkórháza számára biztosítják a tiszta textilellátást modern, korszerű eszközökkel. Ez több mint 600 millió forintos beruházás volt. Ettől azért több forrás is jutott még, hiszen az intézmények külön forrásból tudtak még új textíliákat beszerezni, szállítójárművek kerültek beállításra, és ez mind összességében adja azt a megoldást, hogy ettől a hónaptól kezdve az 5 kórház olcsóban tudja a tiszta egészségi textíliát előállítani. Ez a beruházás az éves megtakarítások kapcsán mintegy 8 év alatt megtérül, és ez alatt az idő alatt is már az intézmények olcsóban tudnak hozzájutni ezekhez a tiszta textíliákhoz. A gyulai telephely kiválasztásában szerepet játszott az, hogy a konzorciumban résztvevő intézmények közül a Békés megyei központi kórház a legnagyobb, valamint hogy itt már rendelkezésre álltak korszerű berendezések. Először gondolt a kórházi telephelyre, és egy együttműködési pályázat keretében itt látható egy nagy, ugyanezett csőmosógép. Kaptunk egy 350 millió forintos gépet ennek a pályázatnak egy TIO pályázat keretében. Utána a régi mosodában ezt nem lehetett elhelyezni, így hát a géphez kellett kiegészítő tartozékokat és kellett egy új mosodát építeni. Ez is bizonyos önerő és pályázati forrásból valósult meg. A modern, korszerű technológiával működő régiós mosoda nagymértékű költség megtakarítást fog jelenteni a két megye kórházai számára.